ránk, az új Nemzeti Kiválóság Program helyébe lépő egyetemi kutatói ösztöndíj programban vehetnek részt, amely bővebb lehetőséget kínál számunkra, illetve a kutatói életpályát választó hallgatók számára is, hiszen egyrészt a korábban megszokott ösztöndíjak összegét emelni tudtuk, és még arra is lehetőségünk van, hogy bővítettük az ösztöndíjban részesíthető hallgatók létszámát. Ennek a változásnak az áll a hátterében, hogy az ágazati irányító, illetve a Nemzeti Kutatásfejlesztési Hivatal az egyetemek hatáskörébe utalta az ösztöndíj gondozását a kiírástól kezdődően. Úgy gondolom, hogy ez az egyetemi autonómia keretében nagyon jól illeszthető, hiszen egy bevált szisztéma szerint újra gondolva egy picit a hallgatókat, még inkább a fókuszba állítva próbáljuk kollégáimmal együtt ezt a hátteret megteremteni. A megújuló ECÖP program keretében a PTA hallgatói különböző pályázati kategóriákra tudnak majd pályázni, egészen a 125 ezer forintos havi ösztöndíj juttatástól 250 ezer forintig fognak terjedni a juttatásaink. Az a célunk, hogy meg tudjuk becsülni azokat a kiváló hallgatókat, doktoranduszokat és fiatal kutatókat, akik az egyetem kötelékében működnek. Pályázat kiírónak, illetve az egyetemnek is az a célja, hogy aki elhivatott és lelkes a kutatói pálya iránt, az folytassa is. A pályázati felhívásokat terveink szerint 2024. május végétől lesznek elérhetőek. Minden részletes információ a tehetség.pta.hu weboldalon, a HSK tehetséggondozó irodájának az oldalán elérhető lesz.